Justin, tudnod kell, hogy nem feltételezek rólad ilyet. Úgy értem, kedvelem a humorodat, de... Na szóval, kaptam egy dobozt, és van benne egy maszk, vagy nem tudom, és hát... Ha esetleg tőled van, akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy ez igazán nagyon kedves. Egy kissé talán különös, azt mondanám, de igazán... Jézusom! Legfőbb ideje volt megtörni ezt a kínos csendet. Mi a fele folyik itt? Szánalmas vagy. Szánalmasabb, mint hittem. Szóval, mi vagy te? A fogtündér. Nem hiszek a fogtündérben. Télapót kellett volna mondanom. Nagyon vicces vagy. Tudom. Tényleg nem hiszek a fogtündérben. Jól van. Mi vagy te? Eltaláltad. Te. Én? Hát ez tényleg, hát ilyen nincs. Ne fordíts hátat nekem! Neked? De könyörgök, mi vagy te? Mindaz a lazaság, ami hiányzik belőled. Mindaz a vagányság, ami hiányzik belőled. Mindaz a vadság, ami hiányzik belőled. Minden fűszer és minden rossz dolog. Túl messzire mentél, már felesleges hátat fordítanod. Mégis miről beszélsz? Csak idő kérdése. Én a helyedben kiélvezném. Na jó. Bármi is legyél, nem beszélhetsz velem így. Csak egy illúzió vagy. Valami félnótás trükkje. És be is fogom bizonyítani. Benne. Tudom, hogy ez őrültségnek fog hangzani, de először azt gondoltam, hogy talán... De nem igazán értem, hogy ezt hogy mondjam most el neked, és hogy hol is kezdjem ezt az egészet. Nyugodj meg, és kezd az elején. Van ebben a dobozban valami, ami azt állítja, hogy én vagyok. Teljesen értelmetlen az egész, de beszéltem vele, és azt... Várj! Kivel beszéltél? Ezzel. Ebben, ami van. Eugene, ha ez valami nagyon rossz vicc akar lenni, akkor... Nem. Komoly. Komoly. Egy fej van benne, ami... Nem is tudom, azt állítja, hogy ő a rosszabbik felem, vagy mi. Itt valami félreértés lesz. Dobozokba zárt beszélő fejek nem léteznek. Akkor nézd meg a saját szemeddel. Ez a doboz üres. Micsoda? De hiszen itt van. Eugene, ebben a dobozban nincs semmi. Ez valami újabb trükköd? Te meg kivel beszélsz? Válaszolj! Természetes, hogy nem lát. Ezt meg hogy érted? Nem láthatnak. Sosem mutattál meg nekik. Komolyan kezdesz megijeszteni. Kihez beszélsz? Még mindig nem teljesen érted, ugye? Mondtam, hogy csak egy... Illúzió, vagy egyszerűen nem létezel! Teljesen kimerültél! Miért nem fekszel le egy kicsit? Jól vagyok! Rendben! Főzök egy kávét. Az segíteni fog. Szánalmas, ahogy küzdesz. Nem érdekelsz. Mert a barátaim segítenek túllépni ezen. Ő is egy barátod? Igen, az. Biztos vagy benne? Egy idő oda.
lát valakit, aki nincs is a szobában. Nagyon aggódom érte. Te meg mit művelsz? Jézusom, halálra rémisztettél. Mit művelsz? Nyugodj meg, csak segíteni akarnak rajtad. Én tőled vártam segítséget. Eugene! Sajnálom, csak segíteni akartam. Nincs rá szükségem. Like double cherry pie, yet there she was. Who's that loud in my... Jonathan! Jonathan, gyerünk! Nagyon megnézem. Jonathan! Mi a fejed keresett? Jonathan, segítened kell? Ez most túlvára nem alkalmas. Ide figyelj, kaptam ezt a dobozt ma reggel. Nem érdekel. Egy beszélő fej van benne. Azt mondja, rosszabbik énem vagy mi a fejed. Tudi valami hülye trükk. Nézd! Na menj te a picsába. Ne mondd, hogy te se. Menj a picsába. Miért csinálod ezt velem? Mit csinálok én? Ezt az egész őrületet. Nem tettem semmit azon kívül, hogy megjelentem. Minden más közted és az úgynevezett barátaid között zajlott. Nem is értem, hogy miért foglalkozom veled. Csak egy látomás vagy. Egy trükk. Egy álom. Tényleg azt hiszed? Igen. Végeztünk egymással. Segítened kell. Szóval ez a doboz? Csak úgy megérkezett? Így van, kihozta a posta. Semmi feladó? Semmi. Tévzett? Justin, az én voltam. Ja, persze. És ez a dolog, az mindig benne van? Mindig. És úgy tűnik, hogy csak én látom. Olyan nincs, hogy ebben valamit ne lennék képes látni. Justin, én ma már nagyon sokszor kellett, hogy csalódjam. Ugyan már. A barátod vagyok. Annáról is, Jonathanról is azt hittem. Na ide figyelj. Én egy percig sem kételkedtem a történetedben. Ez durva. Te is látod? Persze. Persze. Hát... Nem volt semmi úgy. Hihetetlen. Akármit iszettél be, azonnal adnod kell belőle egy adagot. Miért csináltad ezt?
Hogy lehetsz ekkora barom? Baszd meg! Baszd meg, te kibaszott drogos! Életemmel. Ha engem kérdezel, most kezd normális lenni. Bazd meg! Te basztál el mindent. Én? Egész idő alatt ki se jöttem innen. Nem érdekel. Te csináltad ezt az egészet. Pontosan mit? Ezt az egész szart. Manipuláltad a barátaimat. Egyáltalán nem barátokként viselkedtek. De azok. Azon kívül, ha elfelejtetted volna, én egy árva szót sem beszéltem velük, hát hogy manipulálhattam volna őket? Hazudsz! Nézz szembe a valósággal. Nincs szükségük rád. Nekem se rájuk. Megint kezded. Mégis mit? Belemászol a fejembe. Orvoshoz kéne menned. Meg foglak ölni. Helyes. Nem viccelek. Akkor tedd meg. Kurvára megteszem! Ez már igen. Tényleg megöllek. Dehogy is ölsz. Jól aludtál? Hogy én? Hogy én? Mi? Ne aggódj, lesz időd átgondolni. De hogy? Hogy lehet ez? Fogd már be, megfájdul a fejem. Hallasz? Ugye mondtam, hogy nem fog olyan sokáig tartani. Előlem valaki útra vált, útra jobbik részem. Kiment belőlem, itt hagyott, csak úgy észrevétlen. Félre se néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szólt. Hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált a jobbik részem. Belőlem valaki útra vált, és én utána néztem. Jól van, hát menjen, tűnjön el az én jobbik részem. Először úgy tűnt semmi sem, változott azzal, hogy hirtelen fogta magát a hűtelen, s útra vált belőlem a jobbik részem. Az én jobbik részem.